Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Lecsó fesztivált rendeztek Dombóváron. Hivatalosan is a Dőri nevet viseli az esemény. 20 éves a dombóvári óvoda. 2 évtizede vette fenntartásba az intézményt a református egyház. Kötelességünk, hogy soha ne feledjük az áldozatot. Október 23-ára emlékeztek Dalmandon. 56-os hősökre emlékeztek Dombóváron. Az evangélikus iskola adott műsort koszorúztak a városvezetők is. Lecsó fesztivált rendeztek Dombóváron. Ez alkalommal a nevet adó család egy szerződést is aláírt a város polgármesterével, miszerint mostantól már hivatalosan is Dőri Lecsó Fesztivál a neve a rendezvénynek. Az időjárás sem riasztotta vissza azt a 14 csapatot, melyek részt vettek az idei Dőri Lecsó Fesztiválon. Egyesületek, civil szervezetek, baráti társaságok mérették meg tudásukat. Mindezelőtt pedig egy szerződés is megkötetett a fesztiválnak már évek óta nevet adó Dőri család és Dombóvár város részéről. Jelen voltak az 1912-ben Dombóváról létesült konzervgyár igazgatói elnökének a leszármazottja is. Számunkra ez egy nagy megtiszteltetés a családnak, hogy itt őrzik és ápolják az emlékét, úgyhogy ennyi, és nagyon örülünk neki, igyekszünk majd minden alkalommal eljönni és részt venni rajta. Dőr Imre vagyok, Dőri Ádámnak a fia, és a Dőri Ádám apjának a testvére volt a Dőri Hugo, aki itt volt konzervgyára, tehenészete, úgyhogy nekik vagyok a leszármazottja. Nagyon szépen köszönjük, hálásan, és hát ez inkább az ősöknek elismerés, gondolom. Remélem, hogy rendes emberek voltak. Egyiket se ismerem, úgyhogy nem tudom, képen láttam őket, de remélem, hogy rendes emberek voltak. Hagyományőrző jelleggel sok éve már, hogy megrendezik a Dőri Lecsó Fesztivál Dombóváron. A pandémia ideje alatt természetesen erre sem volt lehetőség. Éveken keresztül engedély nélkül használta a város a Dőri nevet, mint ahogy kiderült számomra. Nyilván ezt követően vettem fel a kapcsolatot a Dőri családdal, és ma lehetőségük nyílt, hogy a családot reprezentatív módon képviselő korelnökkel az élen, Dőri Imrével, Hugóval és Ferenccel aláírhattuk ezt a megállapodást. Nagyon remélem és hiszem is, hogy ez nem csak arról szól, hogy a nevet használhatjuk, hanem ezt a kapcsolatot élővé tudjuk tenni, és a Dőri család leszármazottjával szorosabbra tudjuk főzni Dombóvár életét. Mint minden fesztivál, ez is összefogással valósulhatott meg. Elsősorban a vállalkozó egyesület állt oda, akik ezt a rendezvényt most már évről évre megtartják, illetve anyagi támogatást is nyújtanak. Ezen túlmenően néhány vállalkozó is segít ebbe, és ami nagyon fontos, hogy a civil tanács és a sporttanács is aktívan közreműködik, hiszen a mozgósításban ők vesznek részt. Nyilván ilyenkor baráti társaságok jönnek össze, sajnos az időjárás nem fogadott kegyeiben minket, hiszen előzetesen 29 csapat jelezte a részvételét, ez a száma felére fogyott, de hát nagyon remélem, hogy akik itt vannak, nagyon jól fogják magukat érezni, és jövőre már várják, hogy mikor lesz ez az időpont. Nyilván miután látjuk, hogy az időpont egy kicsit későre sikeredett, ezért már most eldöntünk, hogy jövőre szeptember első hétvégén fogjuk megtartani, annak reményében, hogy nem fog fújni a szél, és nem fog esni az eső, és 28 fok az is nem 11. A főzéshez az alapanyagokat, paprikát, paradicsomot és egyebeket egy támogató cég ajánlotta fel. Bognár László képviselő úr által fémjelzett kereskedés biztosítottam ma az alapanyagot. Egy-egy csapat 2 kg hagymát, 2 kg paradicsomot és 6 kg paprikát kapott, hogyha jól sejtem. Nagyjából 10 kg alapanyaggal álltak neki. Ez egy 15-20 fős létszámot feltételez. Aki ennek a többszörösével indult, azok nyilván 2 egységcsomagot kaptak. De azt gondolom, hogy egyenlő eséllyel indultak a versenybe. Majd a sajátságos ízét a lecsónak ők állítják be, és nagyon remélem, hogy a zsűri lesz olyan szerencsés helyzetben, hogy kiválónál kiváló lecsókat tud majd megkóstolni, és külön öröm számomra, hogy a Dőri család a zsűrizésben is szerepet vállalt, 2 ismert dombóvári vendéglátóson túlmenően. Ebből az izgalmas eseményből a Dombóvári Polgárőr Egyesület sem maradhatott ki. Egyedi módon főzöm a sajátos lecsómat. Mi van benne? Paradicsom, paprika, hagyma. Van benne egy kis sütnivaló kolbász. A többi titok. Többek között a Dombóvári Székelykör tagjai is részt vettek a gasztronómiai eseményen. Mindig ott vannak a fesztiválon, számukra nem a helyezés a fontos, hanem az, hogy jól érezzék magukat. A szalonát apró kockára vágtuk, kicsit megpirítottuk, most van a hagyma, utána jön bele a
paprika és a vége fel a paradicsom, mert közben a füst jó, jó minőségű, enyhén csípős kolbászka. Ennek olyan titka van, hogy ahogy sikerül, mert egyébként a székelyeknél a lecsó az inkább a zakuszka a menő, azt tudjátok, hogy nagyon sok helyen csinálják a jó zakuszkát. Ez most azért lesz székely lecsó, mert székelyek főzik, de semmi extra nincs benne. Füstölt szalonna, hagyma, füstölt kolbász, paprika, jó minőségű paprika, paradicsom, és ízesítve finoman, de mondom, attól lesz székely, hogy ilyen székely csapat. Marosvásárhely, Nagyvárad, Kézdi Vásárhely, meg a bukovinai székelyek, hát ettől lesz székely lecsó, semmi extra nincs benne külön. A zsűri az elkészült lecsó ízét, színét és a terítést is értékelte. Az első számú szempont az íz, ugye, a színe, hogy milyen színe van a lecsónak, és milyen az állaga, ezeket nézzük, és természetesen a hangulat se álhanyagolond, és mennyire vannak a sátrak feldíszítve, azért minden egy kicsit beletesz a lecsóba, mindegy tesznek bele minden kicsit az ízhez is, ugyanígy mi is azért figyelembe veszük, hogy milyen hangulatban csinálja. Az ízállag és a színt fogjuk vizsgálni, és mindegyikre adunk egy bizonyos pontot, ezt összeadjuk, és aki a legtöbb pontot kapja, az lesz a győztes. Összegzésképpen pedig annyit, a lecsó az lecsó. Mindig kell bele hagyma, paprika, paradicsom, sok helyen szalonna és kolbász is ízesíti. Van, aki rizssel, tarhonyával, van, aki tojással készíti, és van, aki ezek nélkül. Ami biztos, mindig finom, elrontani nem lehet. 20 éves a dombóvári Margaréta református óvoda. Ez alkalomból 20 díszfát ültettek ünnepélyes keretek között a Margaréta református óvoda udvarán. Az ünnepség végén hálaadó istentiszteletet tartottak a helyi református templomban. 20 év nagy idő egy ember életében is, és egy intézmény életében is. A dombóvári Margaréta református óvoda éppen ennyi ideje óvja, vigyázza, neveli a kisgyermekeket. Az óvoda dolgozói kiváló hivatástudattal rendelkező emberek. Színvonalas műsorral készültek a két évtizedes születésnapra. Már arra is van lehetőség, hogy régi reformátusok gyerekei is visszajöhetnek az óvodába. Készülünk, örömmel készülünk, nagyon sok változás történt, azóta nagyon sok dolgozó változott, hálásak vagyunk az elődeinknek, ezt mindig hangsúlyozzuk, és nélkülük nem lehetnénk itt, ahol most vagyunk. Az egész életünket, a mindennapjainkat átfedi a hitéleti nevelés, minden reggelünket egy reggeli csendes áhítatos körrel kezdünk, ahol erkölcsi nevelésű, tanítású és bibliai történetekkel ismerkednek a gyermekek, majd minden étkezést a nap folyamán és végét is asztali áldással kezdünk és zárunk. Heti rendszerességgel egy alkalommal a dombóvári református lelkész sípus előtt Zoltán tartja gyermekeknek a hittan foglalkozást, valamint évente kétszer templomi szolgálatot adnak csoportonként a gyermekek a templomba, vasárnap istentiszteleten, illetve nagyobb ünnepeket, karácsony, anyák napja, idősek napját is a református templomban ünnepeljük. 125 kisgyermeket tud fogadni az óvoda 5 csoport beosztásban. Somogytól Nabaranya apróságait nevelik itt. Az óvoda úttörő szerepet tölt be, hiszen az első egyházi fenntartású köznevelési intézmény 2003 óta Dombóváron, mondta Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. 2019 óta azt gondolom, hogy ez a fejlődés, amelyet ők itt bemutatnak, az példaértékű, hiszen ebben a 4 évben felújították a templomot, az ahhoz kapcsolódó közösségi teret, építettek egy új óvodaszárnyat, és nyilván ez a fejlődés számomra azt gondolom, hogy példaértékű, és mindenkit arra biztatok, és kértem Esperet és Urat is, fenntartott, hogy ez a lendület ne törjön meg, és hasonlóan siker és 20 év következzen be a református egyház dombóvári óvodájának életében, mint ahogy eddig is volt. Nyilván nagyon remélem azt, hogy a jó példa ragadós, hiszen ezen túlmenően a katolikus egyház is úgy döntött, hogy épít Dombóváron egy óvodát, aminek az alapkületét erre hamarosan sor is fog kerülni. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is járt óvodába. Mai napig emlékszik az óvónénikre és az első napra. Azt mondta, rendkívül fontos az óvodai nevelés, messze menőkig meghatározó egy kisgyermek életében. Az alapvető szocializációs folyamatokat az óvodában tanuljuk meg. Egyre inkább egyébként, mert ahogy a szülők nem tudnak, vagy nincs idejük a gyerekekkel foglalkozni, ezt az óvónénik teszik meg helyettük, és tanítják meg minden alapvető dologra a gyerekeket, hogy iskola érettek legyenek, és utána pedig általános iskolába folytassák tovább a nevelést, illetve a tanulmányaikat. És szerintem nincs olyan ember, aki ne emlékezne vissza a saját gyerekkorára, illetve
az óvodás élményekre, sőt, én magam jól emlékszem az első óvodai napra, jól emlékszem, rám esett a mászóka, úgyhogy egy ilyen negatív élménnyel kezdődött, de nem volt olyan nap, amikor nem mentem volna szívesen az óvodába. És még az óvónénikre is emlékszem, Kati nénire, illetve Éva óvónénire is. Én magam részéről nagyon szerettem óviba járni, de szerintem minden gyerek, és az itteni Margaréta református óvoda is ezért van, hogy a gyerekekre odafigyeljenek, neveljék őket, és a gyerekek örömmel járjanak ebbe az óvodába. 20 éve most már református, ez a 49 óta óvodakép működő intézmény, és a tavalyi felújítás után, amit közösen adhatunk át, 2 évvel ezelőtt pedig a református templomnak a felújítása készült el. Tavaly elkészült egyébként az evangélikus templom is, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy itt Dombóváron egy kis protestáns sziget alakult ki, és örülünk annak, hogy az egyházak erősödnek, örülünk annak, hogy nagyon nagy szerepet vállalnak a nevelés-oktatás feladatában is. Gratulálok nekik, és boldog születésnapot kívánok. A faültetést az óvoda udvarán a gyermekek után a polgármester és az államtitkár is megtette. Az óvodai ünnepség után a szemközti református templomban hálaadó istentisztelettel folytatódott az ünneplés, ahol a gyermekek szintén egy kis műsort adtak. Igét hirdetett Balogh Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházközség püspöke, elmondta, hogy minden felekezet gyermekeit szívesen látják az óvodáig. Meg olyanok, akiknek még nincs kapcsolatuk Istennel, hittel, vallással, mert a kisgyermekkor az a legfogékonyabb kor, olyankor szívjuk magunkba azokat az életerőket, azt az életre valóságot, ami aztán utána segít bennünket felnőtt korban is, és a hit, a gyermeki hit, így mondja az evangélium, az sokkal értékesebb, mint az okoskodó, kételkedő felnőtt, aki hol ezt hiszi, hol azt hiszi. A gyermekekben megvan még az ősbizalom, és az a hitnek a lényege, ami segíti őket abba, hogy az életben megállják a helyüket, ezt kaphatják a hitre, a vallásra épülő óvodákban. Az országban több mint 30 református óvoda van, amely több mint 20 éves, és 98 óvodájuk van több mint 10 000 gyerekkel, tette hozzá 46 új óvodát építettek, több mint 20-at felújítottak. Igyekeznek megfelelni a szülők és az Úristen bizalmának, hangsúlyozta Balogh Zoltán, református püspök. Az 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharcra emlékeztek Dalmandon. Az óvodások és iskolások ünnepi műsorát követően a helyi intézmények vezetői és a gyerekek együtt koszorúzták meg az emlékművet, így tisztelegve az áldozatok előtt. Szép zászlónk, három színe, három szótvés vál szívbe, piros, fehér, zöld, ez a magyar föld. A piros szín a hűség, a fehér a tisztesség, zöld az erdő, zöld a rét, boldog legyen ez a nép. Az 1956-os forradalomra emlékeztek Dalmandon. Stamné Juhász Luca polgármester kiemelte, október 23-án a magyar nép bátorságának és szabadság iránti vágyának fényes megnyilvánulását ünnepeljük. Hozzátette, a hősök az egész világnak példát mutattak a bátorságról és a közösség erejéről. Kötelességünk, hogy soha ne feledjük az áldozatot, és ne hagyjuk elhervadni az eszméket és értékeket, amelyekért küzdöttek. Fontos minden évben, hogy megemlékezzünk az 56-os forradalom és szabadságharc hőseiről, mert azt gondolom, hogy akkora nagy értékű történelmi dolog történt akkor, és viszont ez a magyar szabadság napja is, hogy a kicsik is, iskolások, óvodások is tanulják meg azt, hogy igen, voltak emberek, akik harcoltak értünk, és mi is tudjuk ezeket az értékeket követni, és mi is ennek a nyomdokaiban élve éljük az életünket. Elröpült 3 falevél, az egyik magasba vágyott, talált a felhők közt új világot, emelte a szél. A másik rohanni vágyott, magasba hágott és mélybe szállott, sodorta a szél. Az óvodások és az iskolások ünnepi műsorát követően a város intézményeinek vezetői és a résztvevő gyerekek megkoszorúzták a kopjafát és az emlékművet, és főhajtással tisztelegtek a hősök előtt.
Az emlékműnél minden évben koszorút helyeznek el az önkormányzat dolgozói, nyilván itt én, mint polgármester, az alpolgármester úrral koszorúzok, koszorút helyezett az iskola vezető asszony egy pedagógussal, két kis iskolás gyermek a kopjafára teszi fel a kis moha koszorúját, két kis óvodásunkat is bevonjuk már, és ők is koszorúznak, és természetesen az óvodavezető és óvodavezető helyettes is koszorút helyezel, mivel Dalmandon ezek az intézményeink vannak, tehát mindenki részt vesz a koszorúzásban. A dalmandi 1956-os megemlékezés koszorúival a polgármesteri hivatal parkjában álló emlékműnél tisztelget a jövő generációja. Dombóváron is megemlékeztek az 56-os forradalom és szabadságharc elhunyt hőseiről. Evangélikus iskola tanulói adtak ünnepi műsort az oktatási intézmény épületében. Ezt követően a város vezető emberei a kegyelet koszorúit is elhelyezték az 56-os emlékműnél a városban. Dombóváron hagyomány már, hogy az iskolák és az önkormányzat összefogásával a nemzeti ünnepeinkről és nagy hagyomány ünnepeinkről közösen megemlékeznek. Jól kialakult gyakorlat már, hogy a fontos ünnepeket az iskolák felvállalják. Így minden ünnepet más és más iskola rendez meg. 2023-ban a Dombóvári Evangélikus Iskola az október 23-ai megemlékezést vállalta magára. Polgármester úr és az iskola összefogásával ennek az ünnepségnek a megrendezése ma a sajátos körülmények között itt az iskolánkban kerül bemutatásra, és ez alakult azért, mert olyan technikai eszközöket is alkalmazni szerettünk volna, amit szabadtéren nem tudunk megtenni. Napidáig mit jelent? Nekem szülő hazám. Itt a lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok, itthon vagyok. Sajátos volt a rendezvény az evangélikus iskolában. Diákok, kicsik és nagyok, felnőttek, tanárok közös ünnepi műsort adtak. Egy kerek egész emlékműsor így alakul ki a városban. Az itteni emlékműsor és az azt követő beszéd után pedig a város képviselői, az intézmények vezetői és a helyi résztvevők kivonulnak az emlékműhöz, az 1956-os emlékműhöz, ahol elhelyezzük a megemlékezés virágait, koszorúit és a mécseseit. Kik zsongó iskolából az utcában rohantak, zsebükben töltényre cserélve a ceruzákat. Áldottak a munkások, kik testükkel harcolták meg az utca harcát, és az ismeretlen szabadságot a porból kiáltva hívták. A nagy ünnepi megemlékezésen kívül az iskolában a tanulók külön megemlékeztek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról és annak hőseiről. 5 reggel 8 órakor iskolai szinten az iskola teljes közösségének mutattuk be ezt a műsort, és bár nem főpróbának hívtuk, de mi igazán úgy gondoltuk, hogy akkor debütál ez a műsor, ezt tekintettük főpróbának, a gyerekek nagyon nagy megelégedésére és örömére, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy másodikos kisgyerekek mondták azt a tanítónének, hogy én sírtam a műsor alatt. Azért, mert most hallottam először, hogy ott még az édesanyák is harcoltak. Ez egy pedagógiai elégtétel számunkra, ha egy 7 éves gyerek ezt fel tudja fogni, és átjön az, amit mi itt a színpadon alkotunk. Az evangélikus iskola tanulói és tanárai által adott ünnepi műsort követően a kegyelet koszorúit is elhelyezték a város 56-os emlékművénél, melyen részt vettek a városvezető emberei is. Yeah.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!